Tordai Csabát, a főpolgármester jogi főtanácsadóját, valamint Kisambrus főpolgármester helyettest hallgatta meg a Fővárosi Vizsgálóbizottság. Mindketten arról beszéltek, a Városháza eladásáról nem hoztak döntéseket. A nyilvánosságra került hangfelvételekről pedig azt mondták, vélhetően összevágták azokat. Zugló polgármestere a bizonyítékok hiányára hívta fel a figyelmet. Láng Zsolt és a bizottság fideszes elnöke szerint viszont van előrelépés az ügyben. Karácsony Gergely és Tarlós István bizottságnak címzett levelének felolvasásával kezdődött a Városháza eladása miatt összehívott vizsgálóbizottsági ülés hétfőn. Bajnai Gordon korábbi levelét azonban nem szerette volna felolvasni a bizottság fideszes elnöke. Most őszintén szóval nem ugyanúgy kellett volna kezelnie a Tarlós úr leveleit is, mint a Bajnai úré? Végül szavazás után Kovács Péter ismertette a volt miniszterelnök december 30-ai Facebookra feltöltött levelét. Bajnai szerint az ügy kreált, a hangfelvételek illegális módszerekkel készülhettek. A hangfelvételek valóságtartalmát a főpolgármester jogi főtanácsadója is megkérdőjelezte. Tordai Csaba a meghallgatásán azt mondta, az ingatlanok értékesítésében nincs beleszólása, a fővárosi ingatlanok eladásáról pedig nem születtek döntések. Arról, hogy a város vezetésnek a Városháza ingatlan együttesnek hasznosításáról milyen elképzelései vannak, arról beszéltünk. A bizottság Tordai Csabán kívül a főpolgármester helyettest is meghallgatta. Fogalmam sincs, hogy egyszer majd kiderül-e, hogy hogyan kerültem én ebbe bele. Kisambrus nem érti, miért merült fel az ő neve a Városháza ügy kapcsán. Azt mondta, a jutalékos rendszert emlegető Berki Józsefet és Berki Zsoltot sem ismeri. Úgy tudom, hogy a bizottság kapott is az egyiküktől egy olyan levelet, amiben ugyanezt állította. Tehát innentől kezdve az én személyemmel kapcsolatban ez a vád, azt gondolom, hogy megdőlt. Horváth Csaba, a vizsgálóbizottság tagja arról beszélt, hogy az ülésen nem jutottak közelebb az igazsághoz. Ma is elhangzott Bagdi Gábor részéről, hogy ő se hitte volna, vagy ő se hinné, ha nem lenne ez az ominózus hangfelvétel, amit fura módon készített valaki valamilyen forgatókönyv szerint, hogy egyáltalán bármelyik állítás igaz lenne a jutalékos rendszerről. Zugló polgármestere szerint a bizottság nem haladt túl jól. Láng Zsolt és Kovács Péter viszont úgy véli, vannak előrelépések. Megint előrébb jutottunk egy kicsivel. A legfontosabb dolog, ami talán történt, hogy kiderült, hogy a főpolgármesteri kabinet nem hozott olyan döntést, hogy elvetnék azt az ötletet, hogy eladják a Városházát. Kisambrus a Városháza eladásának ügye mögötti orosz száv felemlegetésével zárta felszólalását. Erre Láng Zsolt úgy reagált, az érintettek áldozati szerepet vettek fel azzal, hogy orosz szálat látnak az ügyben. A következő meghallgatás január 17-én lesz. Az ülésen Karácsony Gergely főpolgármester is ott lesz.